Üdv mindenkinek, sziasztok a Loki Blog legújabb FIFA-s videójában. A harmadik csoportkörből is lejátszunk egy mérkőzést, az Anglia-Belgium rangadót. Itt van velem Juve fan. Így van, sziasztok! Ez is a egyik sláger meccse itt a csoportkörnek, a harmadik körből mindenképpen. Bár ugye a továbbjutás szempontjából már nincs jelentősége, mégis azért egy érdekes meccs lesz, hiszen talán mindkét csapat inkább a második helyért lesz érdekelt, úgyhogy ilyen tekintetben mindenképp izgalmas mérkőzés lesz ez. Izgalmas lesz, és most azt kérted, hogy te legyél a kicsit erősebb csapattal, úgyhogy én leszek Angliával. Meg egyébként is Belgium nekem szimpatikusabb csapat. Az én monitoromat látjátok ismételten, úgyhogy nem látjuk, ahogy Juve fan beállítja a saját csapatát, és azt is láthatjátok, hogy mennyire egy rahedli semmi csapata van ennek a angol válogatottnak. Van egy kané, és a többi az egy rakás G betűs ané. Na jó, még van egy Walker is. Na de hogy mondhatsz ilyet? Sorry a... Hát 6-1-re verték Panamát. Jajjaj. Na jó, hát valami lesz. Bár hogyha Angliát se tudod megverni most Belgiummal, akkor az már tényleg a te sorod lesz. Ajjajjajjajjajj, micsoda nyomást helyezel itt rám, mint van. Messire az argentinok? Végül rohogójával csak továbbítottak. Igen, ugye kedd este rögzítjük ezt a felvételt, éppen most lett vége itt az argentin van, meccsnek. Van, szerda. Holnap után a csütörtök. És ez a meccs pedig csütörtökön lesz, tehát ne zavarjon meg itt senkit a sok napnak az összefolyása. Meg a VB összefolyás. Milyen kis karika. Olyan, mintha ott lenne egy quest, hogyha MMORPG-t játszanánk. Egy jó nagy quest. Le kell győzni a belgákat. Nem tudom, miről beszélsz, de biztos. Remélem van, aki tudja. Na hát Henderson. Alli. Már megint keménykedsz itt. Alli Express. Azaz. És ott a passz, és... Na hát mit szólsz, eddig lement már négy csoport, és hát azt beszéltük itt az adás előtt, hogy eddig még nem volt olyan igazi meglepetés végül. Ugye az argentinok is, hogy tovább mentek, nem történt meglepcsi. Hát... Bár azért a vártnál nehezebben jutott tovább például Spanyolország, meg Portugália is. De végül minden papírforma szerint alakult. Volt ugye egy fantasztikus dán-francia meccs, ami hát szerintem nem lehet alulmúlni ezen a világbajnokságon azt szerintem a mérkőzést. Szerintem nem csak a világbajnokságon nem lehet alulmúlni, tehát... Már eleve... Tehát azért olyan meccset ritkán lát az ember, hogy 75 ezer néző az utolsó 20 percet végigfütyöli, mert annyira gyenge meccs. Hát gondoljunk bele azoknak a nézőknek a helyébe, akik több százezeret kifizettek azért, hogy ezt a meccset lássák mondjuk az egész VB-n, és egy ilyen szart kapnak az arcukba. Vagy mondjuk gondolj bele, elmentünk volna az EB-re, Marseille-be, és egy ilyen semmi meccset látunk, tehát oké, hogy nagy élmény, de azért na, foci meccset megyünk nézni el végre. És kiveszel rá szabadságot, utazol, várakozol, aztán kapsz egy ilyen semmit. Olyan szempontból egyébként örülök annak, hogy papírforma alapján a várhatóan legerősebb csapatok jutottak eddig tovább, mert így még jobban kiélezettebb és izgalmasabb lesz a rájátszás, hogy így fogalmazzak, a kiesési mérkőzések még jobbak lesznek. Mert hát, ahogy mondtam is neked, sokkal inkább kíváncsi leszek egy Argentina-Franciaország mérkőzésre, mint egy Nigéria-Franciaországra. És ezzel szerintem mindenki így van, kivéve talán a nigériai szurkoló, meg a franciák, akiknek kicsit könnyebb dolga lett volna velük. Hát igen, bár nem tudom, ez olyan szempontból érdekes meséztem, úgyhogy mind a két válogatott borzasztóan gyenge produkcióval rukkolt elő, tehát a franciák is 7 pont ide vagy oda, amit ezen a három meccsen letettek, azok ellen a gyenge ellenfelek ellen, hát
Ez kevés lesz, még az argentinok ellen is lehet. Jó kis meccs lesz, az biztos. Vagy lehet pont ezért lesz egy nagyon rossz meccs, mert mind a két csapat gyenge. Én úgy értettem a jó meccset, hogy izgalmas lesz. Tehát. Hát az biztos. Hú, hazár. Igen, ez a FIFA-ban nagyon-nagyon extrák így a belgák lőnek, az gól. Nagyon jó rugó technikájú játékosok játszanak egyébként is a valóságban és a belga válogatottban. Na és akkor, ha már erről a meccsről most így essen egy kicsit szó, ha már ezt a meccset játsszuk, ugye mind a két csapat csont ugyanúgy áll, még rugott gól és kapott gól szempontjából is, így... Egyedül alapok tükrében nem ugyanaz a helyzet. Így van, tehát döntetlen esetén az az érdekes helyzet fordul elő, nem tudom, hogy valaha volt-e példa ilyenre a világbajnokságon, hogy nem tud rangsorolni semmilyen mutató, csak a fair play. Ugye jelenleg Angliának van 2 sárgája, Belgiumnak 3. Tehát ilyen szempontból az angolok jelenleg jobban állnak. De ugye, mint említettem, valószínűleg érdemesebb a második helyen végezni. Ugye Kolumbia valószínűleg nem biztos, de lehet, hogy csak csoport második lesz. És azért szerintem inkább játszana Japánnal mind a két válogatott. Azért Kolumbia most megmutatta Lengyelország ellen, hogy azért nem szabad őket félváról venni. És igazából még... teljesen mindegy is, hogy kik jutnak tovább, mert arról a két csapatnak már lesz tudomása, mert ugye ez lesz az esti mérkőzés, az utolsó csoportmérkőzés az angol. Igen, de még ami talán ennél is fontosabb, hogy amellett, hogy nem mindegy mondjuk, hogy Kolumbia vagy Japán, de még a második kerül a könnyebb ágra, ami a továbbiakat jelenti. Ugye a baloldali ágon van már jelenleg Uruguay, Portugália, Franciaország és Argentína, és még valószínűleg ide kerül Németország és Brazília is, tehát azért nem biztos, hogy a belgák azután, hogy mondjuk Kolumbiát legyőznék, rögtön össze akarnának futni a német-brazil párhoz győztesével a 8-ad, ugye a negyed döntőben. Úgyhogy valószínűleg az az érdekes helyzet alakul, hogy a második hely értékesebb ebbe a csoportba. Úgyhogy ilyen szempontból meglátjuk, hogy milyen taktikázások lesznek. Ugye már lehetett így olvasni, hogy a FIFA felhívta a csapatok figyelmét, hogy a szándékosan begyűjtött sárgalapokat szigorúan fogják büntetni, tehát azt két még meccses... Még egy sárgalap? Azt két meccses eltiltással, vagy legalábbis egy meccses eltiltással fogják honorálni. Vagy ha esetleg erre játszanának a csapatok, hogy itt a végén direkt begyűjtenek lapokat. Ilyen szempontból annyi a dolga Belgiumnak, hogy... Nem csinál semmit. Nem csinál semmit, pontosan. Tehát 0-0, és egy-két falttal begyűjt egy pár sárgát, de arra vigyázz, hogy őket ne rúgják fel az angolok. Mi van akkor, hogyha a fair play is döntetlen? Akkor sorsolnak, egyszerűen. Azt hittem, hogy valami más ranglistát vesznek alapul. Vagy mondjuk adná magát, hogy mondjuk... lejátsszák büntetőkkel, ha már pont egymás ellen játszanak. Hát adná, de nem. De akkor is gondolj bele, hogy büntetőkkel le kell játszaniuk. Ugyanúgy állnak, és akkor mindegyik folyton kihagyja. Mert egyik sem akar nyerni. Amúgy igazából a legoptimálisabb az lenne, hogy amelyik második akar lenni, az kikap, tehát akkor rugdossák az öngólokat a meccsen. Igen, amúgy. Na, elakad. Hát elég hülye helyzet ez. Biztos, hogy világbajnokságon ilyet nagyon ritkán látunk tényleg, hogy kvázi azért hajtanak a csapatok, hogy ne legyenek csoportás, hogy talán majd ugyanez lesz a helyzet holnap a brazilok csoportjában, ahol meg Svájc fog szerintem arra lavírozni, hogy véletlenül se verjen meg Costa Ricát, mert ugye ott ők is inkább szerintem játszanak Mexikóval, mint a németekkel. És ilyen szempontból mondjuk nem lepne meg, hogy megelégednének azzal a biztos egy ponttal, ami fixen második helyet ér. Tehát ha döntetlent játszanak, akkor tovább jutnak, de csoport másodikként, tehát akkor elsők nem lehetnek. És ugye a brazilok is trükközhetnének, csak ők azért nem tehetik meg, mert ugye Szerbiának meg kell a győzelem a továbbjutáshoz, tehát ők menni fognak. És adott esetben Brazíliának az X ugyanúgy kevés lehet, hogyha Svájc X-el, szóval szerintem nekik nem érdemes ütközni.
Itt a Svájc meccs lesz ilyen szempontból. Érdekes majd. Lehet tenni Tipmixen a döntetlent. Én nem tudom, nagyon, nagyon furcsa ez. Nem, tehát hogyha ott lennék egy csapat, meg egy játékos helyben, én nem mernék számolgatni. Ebben az esetben legalábbis. És akkor egy kicsit még előrébb tekintsünk, ugye a nyolcad döntők közül már négy párharcot ismerünk, ugye Uruguay, Portugália, Spanyolország, Oroszország, Dánia, Horvátország és Franciaország, Argentína. Kikrek a továbbjutását várod te? Hát szerintem nagyon egyértelmű Uruguay és Horvátországé. Igen? Uruguay ennyire egyértelmű? Számomra igen. Tény, hogy a portugálok nagyon nem voltak meggyőzőek itt az utolsó két meccsen, de hát azért a Ronaldo faktor az mindig ott van. Ő már szerintem kirúgta magából, ami benne van a VB-n. Mert ja igen, és az is szerintem biztos, hogy bár nyilván a Uruguayt nem biztosra mondanám, csak úgy érzésre, de azt igen, hogy a oroszok nem jutnak tovább. Hát azt sajnos én is biztosra veszem, bár nem tudom sajnos. Amúgy... Nem szeretem a spanyolokat, tehát én ellenük szurkolok. Oh. Kúzi, tudom, hogy te neked szimpatikusak a Barca miatt, de... Nem csak a Barca miatt. Két válogatottat nagyon utálok, a német és a spanyol, de főleg a németet ugyebár. Úgyhogy... Most mondanám azt, hogy... Megszenvedett a spanyol csapat is, és nem érzem amúgy bennük az átütő erőt. Melyik csapatban érzed az átütő erőt most őszintén? Hát mondjuk pont a belgákban. De azok sem mutattak még semmit azon kívül, hogy megverték a két szart, tehát... Hát jó, de még nekik előttük a lehetőség bizonyítani. Nézd meg, bizonyítani. Hogy mi lett Oroszországgal. Megverték a két szart, aztán utána úgy kizúgtak az Uruguay ellen, amúgy amint nagyon röhögtem, és szerintem az egész világbajnokság egyik legnevetségesebb dolga volt, az, hogy Smolnyikov, vagy hogy hívják a csávót, kiállította magát azon a meccsen, amin totál mindegy volt az eredmény már, meg az hát, egész igen, megrásul ő csereként ugrott be, tehát neki most kellett volna bizonyítania, hogy mondjuk a következő meccsen is kezdő legyen. Nem sikerült neki. Hát biztos, hogy nem lesz kezdő a következő mérkőzésen. De még a kispadra sem ülhet oda a FIFA szabályzata alapján. De egyébként nem, én nem tartom ezt a meccset lefutottnak. Tehát nem hiszem azt, hogy a spanyolok kitömnék őket. Én sem azt mondom, hogy kitömik őket, de azt gondolom, hogy a spanyolok simán tovább jutnak. De a magyarul kitömik. Nem. Nálam a sima továbbjutás nem feltétlenül eredményességben mérhető, hanem abban, hogy mondjuk egy olyan 1-0-át hoznak, amiben a Egyiptomnak, az oroszoknak kevesebb esélye lenne. Na jó, de hát általában a spanyolok meccs az olyan játékképet hoz, hogy a végig dominálnak a spanyolok, aztán az ellenfélnek nem sok lehetősége van, de ami van, azt meg kihasználják. Ugye voltán egy ilyen statisztika, hogy De Gea úgy kapott eddig 5 gólt, hogy nem is volt védés. Egy volt, igen, egy zicsert fogott, és hát belelőtték ott is a labdát igazából. És te lecserélnéd amúgy kapusként? Hát felvetődött most, hogy lecserélik, de ki van még ott? Ugye van Reina, hát őt hagyjuk. Nem, nem ő vetődött fel, hanem ki van még ott? Az Athletic Bilbao-nak a kapusa. Nem Zubizarreta, valami ilyesmi. Az a Kepa? Nem. Zubizarreta. Az kicsit más korszak. Igen. Biztos, hogy az van ott? Az a Kepa nevű játékos, a Bilbao kapusa. Akkor nem Bilbao, valamelyik... Tényleg nem teszem be, ki még a spanyol kapus. Pedig olvastam is, hogy ki jöhet számításba, de a helyén. Na, jön a gólod. Á, így nem. Na, az igen, semmi. Ajj! Nem viccel. Ez durva a belga csapat, még mindig, igen. Egyébként egy érdekes pletyka, ha már viccel.
Állítólag a Napolinak a kínai klubja, ahol Witzel játszik, felajánlott egy olyan konstrukciót, hogy Hamsikot szeretnék ugye leigazolni. A Napoli 35 milliót kért volna érte, de utána De Laurentiis azt mondta, hogy 30 millióért vihetitek. És állítólag a kínaiak beajánlottak egy olyat, hogy 15 millió plusz Witzel, és De Laurentiis zsigerből elutasította mondván, hogy aki egyszer már Kínába eligazolt, az már soha nem lesz jó játékos. Pedig egyébként, igen, egyrészt Paulinho, mondjuk ő azért nem egy világsztár, de egyébként Witzel nem játszik rosszul a VB-n, tehát én ezt az ajánlatot, ezt lehet, hogy megfontoltam volna a helyükben, mert ez szerintem egy korrekt ajánlat. Ugye Hamsik már idős, tekintve. Neked Hamsik már 30 elmúlt, Witzel még 30 alatt van. Egy érdekes, Meg melyik magyar játékos volt a kínai bajnokságban, vagy van is? Elek? Nem Elek. Elek Kazaksztán. Hú, nem jut eszembe. Mondjad már. Guzmics. Ő volt az, aki azt mondta, hogy nem minden játékos jut el ilyen helyekre, mint ahol ő. Hát, teljesen igaza van. Most ugye a kínai másodosztályban van már, mert kiestek az élvonalból. De Kína az Kína. Puh. Na hát egyébként normál esetben én valami ilyesmi végeredményt vártam volna egy olyan angol-belgától, ahol akarnának játszani a csapatok, így sajnos nem láthatunk majd jó meccset. Igen, kicsit olyan érzésem van, mint amilyen a francia meccs volt, hogy ez is hasonló lesz. Pedig előzetesen mennyire vártuk ezt, nagyon-nagyon sokan ugye felé. Hát igen, ugye a spanyol, portugál, meg az angol, belga volt az a két meccs, amit előzetesen kiemeltünk mi is, hogy mint sláger meccs. De ez a sorsolás szeszélye. Mondjuk, hogyha ezt az első fordulóban vagy a másodikban rendezték volna, akkor biztos, hogy egy jó meccs lehetett volna. Kőkemény meccs lett volna, igen. Nem biztos, hogy sok gólos lett volna, de az biztos, hogy nagyon-nagyon küzdöttek volna a csapatok. De hát, így. Nyugis lesz majd Angliának és Belgiumnak is az a találkozója. Aztán pedig jönnek majd a talán még izgalmasabb, ténylegesen izgalmas mérkőzések. Nem feltétlenül azt várom majd egyébként az egyenes kieséses szakasztól, hogy nagyon-nagyon magas színvonalú focit lássunk, hanem azt, hogy végletekig izgalmas mérkőzéseket, amikben egyébként eddig én azt gondolom, hogy nincs hiány. Tehát nagyon sok olyan mérkőzés van, ami utolsó percekben dől el, ami már nem lefutott az első fél óra után, és azt látni, hogy minden csapat küzd az életéért, és ez szerintem tök jó. Tényleg, hogyha egy színvonal is egy nagyon-nagyon picit ment volna fölfelé, akkor ez egy kiváló világbajnokság lenne. Igen, és amúgy két érdekes statisztika. Ugye egyrészt ez a 0-0-ák elmaradása. Én nagyon szurkoltam annak, hogy ne legyen 0-0 ezen a VB-n, de nagyon várható volt, hogy ez a francia meccs egyrészt egy ilyen lesz. És másrészt még egy érdekes stat. Már csak egyetlen csapat van a mezőnyben, Costa Rica, aki még nem rúgott gólt. Az összes többi csapat már szerzett legalább egyet, úgyhogy ilyen szempontból én még nekik szurkolok, hogy legyen már egy olyan VB tényleg, hogy minden csapat tud legalább egy gólnak örülni, és a szurkolók is nem úgy nézik végig a három meccset, hogy nincs egyetlen örömük se. Ugye mi is annak idején úgy mentünk Marseille-be, hogy ha emlékszel, hogy ha ki is kapunk, csak legalább legyen egy gól, amikor nem vesztes állásnál rúgjuk, és tudjunk igen. Örülni neki. Igen. És ilyen szempontból ez az utolsó pillanatos egyenlítés, ez nagyon adta a feelinget. Úgyhogy Panama is be tudott találni Anglia ellen, most ugye Peru is gólt lőtt 40 év után, Marokkó sem maradt rúgott gól nélkül, úgyhogy tényleg... Igen, és tényleg az ilyen abszolút kis csapatok is... Még Szaúd-Arábia is tudott nyerni. És Szaúd-Arábia is gólt lőtt és nyert, tehát is, nem, igen. Nem küldik el őket lehet a szénbányába végül. Igen, úgyhogy tényleg jó, mindenkinek volt öröme. Volt, így van. És Costa Rica sem mondhatja azt, hogy lebőgtek volna ezen a világbajnokságon. Annak ellenére nem lőttek meg még eddig gólt. Úgyhogy ilyen szempontból egyébként igen, hogyha a kis csapatok most nem is tudtak tovább jutni eddig, de akkor is meg tudták mutatni, hogy
nem véletlenül vannak ott, ahol. Még annak ellenére is, hogy legalább 6-7 csapatot szerintem fel tudnánk sorolni, akiknek több, vagy, hogy is mondjam, akik jobban oda illene. Nagyobb létjogosultságuk így lenne. Van, így van, jobban oda illenének a világbajnokságra. De hát ez azért világbajnokság. És nézzük a világbajnokságot tovább. Szerdán semleges térféllel lesz majd közös meccsnézés, Brazil-Svájc, azt hiszem. Így van, este, majd pedig így csütörtökön jön ugye a szokásos kis kibeszélő műsorunk a vasárnap óta eltelt meccsekről. Így van, aztán pénteken jön a mi podcastünk. Meghallgathatjátok a Loki blogos podcastet, ahol ezekről a csoportokról beszélgetünk. Aztán pedig jön a egyenes kieséses szakasz szombattól, izgalmas lesz. Biztos, hogy lesznek ezzel kapcsolatban további cikkeink. Köszönjük és szerintem, a figyelmeteket. Szerintem a legizgalmasabb nyolcad döntőt majd most is lejátszuk FIFA-ban. Majd még meglátjuk, hogy melyiket. Egyelőre ez a francia-argentin tűnik a slágermecsnek. Majd még meglátjuk, hogy ha lesz egy brazil-német, akkor az is pikáns lenne. Melyik válogatottal lennél? És te? Hát biztos, hogy nem a németekkel, úgyhogy azt szerintem nem játsszuk le. Vagy kisorsoljuk, hogy ki legyen a németekkel. Nem. Akkor már játszunk egy brazil-brazilt. Na hát tényleg köszönjük a figyelmeteket, jó játékot és jó meccsnézést. Sziasztok! Sziasztok!